amiért voltak éppen jött, az pedig nem más, mint az eszközkezelő ügye, illetve annak az ügye, hogy az még miért nem indult el. Hát először még vissza kell menni, még másfél évvel ezelőttig, amikor Orbán Viktor bejelentette a parlamentben, hogy létrehozzák a nemzeti eszközkezelőt. Utána egy évig néma csend, síri csönd, nem történik semmi. Tényleg azért egy-két képviselőtársammal erősen vertük a tamtamot folyamatosan, hogy történjenek már lépések. Volt több fél megoldás itt a devizahitelesek kérdésében, amikor is behozták az eszközkezelő koncepciót, hát ami fél megoldásnak is kevés volt. 150 ezer olyan család van, aki 90 napon túli késlekedéssel rendelkezik, és közülük az eredeti koncepció csak már 3000 családnak nyújtott volna megoldást. De lett volna egy másik megoldás is, az egy salátatörvényben még december talán 30-án fogadta el a parlament, ami arról szólt volna, akinek szeptember 30-áig 3 hónapnál régebbi devizahitel tartozása áll fenn, az átválthatja forintra az ő tartozását, elengedik a bankok a 25%-át, és minden mehet tovább. Ez hol sikkadt el? Egyrészt ez a bankszövetséggel való megállapodásnak volt az egyik eleme. De Müller úr itt járt egy másik műsorban vasárnap este, bankszövetség szakértője, kvázi féli meddig szóvivője, aki azt mondta, hogy hát egyszerűen nincs jogszabály, ők állnak elébe, igen, mert megállapodtak, csak jogszabályt kellene alkotni hozzá. Itt arról van szó, hogy olyan nagy álmokfutás van a Fidesz frakción belül, hogy ilyen érdemi dolgokat nem varják le a szálakat, hogy működőképes legyen. Azt hiszik, hogy megállapodtak, valahova valamelyik salátatörvény záró rendelkezései közé beraktak. Ez a vízközműhöz tartozott, igen, érdekes módon. Igen, hát ezt már megszoktuk. Beraktak egy-két jogszabályhelyet, és azt hitték, hogy maguktól működik. Itt konkrétan el kell választani nagyon sokféle működést. Itt a kényszerértékesítési kvótákkal való összefüggéssel is vannak még anomáliák. Tényleg egyetlen sikert értem el eddig én itt személyesen a parlamentben, jogszabályi szinten, hogy az eszközkezelő is ugyanúgy be tudjon szállni a kényszerértékesítésbe. Tehát jelenleg ezen 90 napon túli tartozásos családok lakásainak a 3%-át lehet negyed évente kényszerértékesíteni. Eddig az eszközkezelő nem szállhatott bele, én örülök annak, hogy elfogadták ezt a módosítót, és most már az eszközkezelő is beszállhat. Tehát így valamilyen úton, módon biztonságban vannak azok a családok. De az eszközkezelőnek a legnagyobb problémája, nem adtak neki elég forrást. Tehát az nagyon szép dolog, hogy 2014-ig összesen 25 ezer család veheti igénybe. A mostani módosítással egyébként, hogyha végre a törvény szintre lép, akkor idén 8 ezer család jöhet ebből a 3 milliárd forintból, de ez még mindig kevés. Tehát 150 ezer családról van lehetne, szó. A többieknek pont ez lehetne, ha más nem az időnyerésre eszköz, amit elfogadtak, és aminek nincs jogszabályi háttere, tehát nem bevezethető. Tehát az, hogy legyen ez a devizahitel forintra átkonvertálva, és menjen a negyede a szemétbe, az a bank számára veszteség, de a devizahiteles számára végül is nyereség, mert 25%-át elengedi a bank. Azért nem egyszerűen a negyede, tehát hogy valóban a negyede az nem a szemétbe megy, hanem a negyedének a 30%-át az adófizetők fizetik, hiszen végül is a bankadóból leírható. Tehát ezt az LMP már a nemzeti ingatlanak... Hát végül mindent fizetünk, adófizetők. A nemzeti ingatlanak javaslatunkban is mondtuk, és úgy tűnik, hogy éltek ezzel az ötlettel, hogy olyan módon kell tárgyalni a bankszövetséggel, hogy a bankadóból a devizahitelesek megsegítésére fordítandó pénzek, azok levonhatóak legyenek. Habár itt kismértékben, de ez megtörtént. Mi a javaslatunkkal mind a 150 ezer emberre céloztunk. Itt a kormány folyamatosan szakaszról és szakaszra próbál előre arra szólni, de ez valójában nem megoldás, mert akiknek a lakására ott van a kényszerértékesítési kvóta miatt a moratórium, azok szépen lassan gyűjtik ugyanúgy a rezsitartozásokat is legtöbbször. Tehát valójában az egész lakás politikán kellene változtatni, kéne egy célzott lakáspolitika, amely nem csupán a konkrét lakatást biztosítja, hanem a lakatáshoz kapcsolódó költségeknek a fedezésének a mikéntjét is. Ez ma Magyarországon nincsen. Az, hogy a bankok jelölik ki a megvásárolható ingatlanokat, az
Hát ez több, mint problémás. Az mennyire segíthet a devizahiteleseknek? Semmennyire. Hát azt nézik meg, hogy melyik az éppen aktuálisan legjobban kelendő ingatlan típus, és abból az ingatlan típusból dobnak a legtöbbet a piacra. A magyarán, aki a legnagyobb bajban van, az marad is a legnagyobb bajban, mert el sem tudja adni az ingatlanját. Nagyjából így van. Jó, most ugye azt tudjuk, hogy márciusban egyébként is törvényt kellene módosítani az egész tárgykör kapcsán. Ha már egyszer, akkor nem lehetne valahogy olyan módon, hogy az egészet gatyába rázzák? Tehát, hogy minden ágát, bogát ennek a történetnek, a devizahitelesek ügyének a befejezetlenségeit valahogyan egyszer mindenkorra letudni. Tehát, hogy mindenki tudja, mire számíthat. Ez igazából három dolog hiányzik most a Fidesz részéről. Egyrészt politikai akarat, másrésztről pénz, harmadrészt pedig furán jön ki, de nincsen egy felelős szaktudó ember, felelős ember, aki tudja a szakmapolitikai részét is. Vagy legalábbis nagyon elbújt eddig, mert hogy én már kértem, hogy a lakhatási albizottságnak az elnöke vagyok, negyed évente ülésezünk, és háromszor kértem eddig, hogy legyen egy ember, aki felelős. De hát kik ülnek abban az albizottságban akkor, hogyha senki nem ért a lakhatáshoz, egy lakhatási albizottságban? De nem képviselőre van szükség, egy felelős kormánytagra van szükség, aki ezeket a kormány jogszabály... ki delegál ebbe az albizottságba? Hát két fideszes hölgy van. És nem értenek hozzá? Nem is a szakértelmüket vonom kétségbe, hanem mondom a kompetenciájukat. Mert ők nem kormánytagok, hanem egyszerű kormánypárti képviselők. Tehát itt kormánytagra van szükség, aki az egész adminisztráción, a minisztériumon át tudja vinni azt az akaratot, hogy egyszer is mindenkorra segítsük meg a devizahiteleseket, zárjuk le ezt az egész történetet, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a devizahiteleseket képviselő csoportok, különböző érdekvédő szövetségek, ők ki vannak hagyva az egész játékból. Egyszer még fél éve meghallgatták őket, a javaslataikból nem sok minden került átvezetésre, és valójában a devizahitelesek érdekeit senki nem védi ebből a szempontból. A másik nagyon nagy probléma itt a bankszövetségi megállapodásnál, hogy magát az egész pénzügyi rendszert, ami kitermelte ezeket a problémákat, azt nem változtatták meg. Tehát itt valóban van egy tűzoltás rész, ami utólag azt lehet mondani, hogy fejlődő tendenciát mutat a kormány, viszont az egész pénzügyi rendszer újra szabályozásával még adós is. Szerintem pont azért tettek engedményeket a bankok, hogy a pénzügyi rendszer újra szabályozásával ne legyen annyira sürgető feladat a Fidesz számára. Egy teljesen más dologba, ha már itt együtt lapszemléztünk, belevághatok zárásképpen. Persze. Ugye a DK parlamenti képviselőcsoportjának vezetője írt egy nyílt levelet Jávor Benedekhez, amiben Jávor Benedek ajánlatával élve egy nyílt vitát és egy megbeszélést javasolt. Itt járt tegnap pont Molnár urat követve Siffer András, aki azt mondta, hogy a DK-val nincs mit beszélni az LMP-nek, szó nincs semmiféle leülésről, és szó nincs arról, hogy bárkinek bármit kellene a DK-val egyeztetni. A DK nem egy frakció, a DK egy a parlamentbe be nem juttatott párt. Miért kéne leülni az LMP-nek vele? Ez az LMP hivatalos álláspontja? Hát az LMP hivatalos álláspontja az, a kongresszuson azt fogadtuk el, hogy semmilyen parlamenti párttal nem lépünk szoros együttműködésre, amely a választásokig tart. Tehát beszélben nyilván elegyednek. Eseti jelleggel, persze, eseti jelleggel vannak ügyek, amelyek mentén együtt is dolgozunk. És a demokratikus koalíció pártját jelenleg parlamenti pártként kezelik? Annak tekintik? Hát ott vannak a parlamentben, szerintem még egy vagy másfél hónap is még frakciójuk is lesz, de inkább magát az okot kellene megnézni. Tehát, hogy azt mondta a Molnár úr, hogy a 2006-os állítólagos rendőri visszaélések, illetve egyéb olyan kijelentéseket tett, ami relativizálta azt azokat a hibákat, amiket a Gyurcsány kormány elkövetett. Én nem mondom, hogy állandóan mea culpázniuk kéne, csak a saját hibáikkal szembenézni, és levonni a következtetéseket. Egy nyílt vita, amit ajánlanak, egyébként amit Jávor úr is az önök felcsinezető ajánlott, erre lenne jó, nem? Én előtte azt ajánlanám a Molnár úrnak, hogy Bodoki Tamás tényfeltáró újságírónak van egy kiváló könyve, pont ezekről az eseményekről, túlkapások címmel. Ennek írta előszavát Siffer András, ezt tegnap említette. Én ezt javasolnám neki akkor elolvasásra, és hogy utána, amiután a tényekkel találkozott, és nem csak az ő elképzelésével, utána nagyon szívesen
Ebből nekem egy dolog derült ki, egyrészt, hogy nincs megállapodás abban, hogy a Demokratikus Koalíció pártja parlamenti pártnak tekinthető vagy sem, mert ugye mi arra más mondanak, hogy legyen a másik, hogy közös olvasmányélményeik vannak Siffer Andrással. Ez így van. Köszönöm szépen, hogy jött hozzánk.